Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb focis kártya challenge videóban, ismét van kettő darab bontatlan csomagunk, illetve egy üres csapatunk. Remélem, hogy tetszett az előző rész, még amikor felveszem ezt a videót, nincs kint az az epizód, de bizakodó vagyok vele kapcsolatban, úgyhogy azért is csinálom most a másodikat egyből. Kibontjuk a két csomagot, a kártyák, amik lesznek benne, pedig bekerülnek a FIFA-s csapatunkba, és ezzel fogunk játszani egy Division Rivals meccset. Ilyen egyszerű lesz az egész, úgyhogy bontsuk is ki szerintem a csomagokat, és nézzük, hogy miket nyitunk. Első csomag azt mondja, hogy gyönyörű szépen ki is nyitjuk. Na, végre egy védővel kezdünk. Az előző részben az volt a baj, hogy nem volt védőnk. Ez egy Luke Shaw lesz. Aztán van nekünk egy Joshua Kimmichünk. Oh, fasza, egy Jack Grill is. Ő volt az előző epizódban is. Aztán egy winner verziójú Toni Kroos. Na, így. Aztán van nekünk egy Electric Trossardunk. Nagyon király. Van nekünk egy Max Power-ös Declan Rice-unk. És kettő elég gyenge csatárunk, az egyik nem más, mint egy Choupo-Moting, a másik pedig egy New Sensation-ös verziójú Nketiah. Hát nem túl jó a csomag, azt kell mondjam, de legalább van kettő védekező típusú játékos benne, Luke Shaw, illetve Kimmich. Többi majd elválik, viszont van még egy csomagunk, úgyhogy nézzük is igazából. Azt mondja, hogy reméljük, hogy ebben már azért jobb játékosok lesznek, illetve hát kéne egy kapus is. Na, egy újabb védővel kezdünk, nagyon jó. Egy Acerbi a védelem közepére. Fókuszálj már. Na, így. Aztán van nekünk egy Hoffmanunk. Király. Van nekünk egy Julian Alvarezünk, de jó, oké, neki megvan a 98-as verziója. Ha megmutatná, itt nagyon szépen, okés. Aztán van nekünk egy Magic Mix kártyánk, méghozzá egy jófajta, amin Haaland, illetve Kevin De Bruyne találhatóak. Haalandból is van egy nagyon királyfajtám. És hát még egy Acerbi. Az már annyira nem jó, ez egy Max Power-ös Acerbi. Hoppa, leesett. Viszont van nekünk még egy Magic Mixünk, ahol egy újabb védőt találhatunk. Upamecano, illetve Dembélé. Nagyon király. És van egy Rodrigónk. És végül, de nem utolsó sorban, egy Unbeatable kártya. Na, az király, egy Musiala. Nem színes meg semmi, de egy unbeatable. Nagyon fasza. Oké. Összerakok egy csapatot ezekből a játékosokból, srácok, aztán akkor igazából jön is a mérkőzés. Itt lesznek egész jó támadó játékosaink, mert már azok megvannak nagyjából a klubomba. Remélem, hogy a többiekből is találok egy-két kártyát, hogy ne kelljen mindenkit megvenni. Aztán ennyi. Hát... nem tudom, hogy a védelmet hogy fogjuk megoldani, de majd valahogy elintézzük. Na srácok, hát kész a csapat, és mivel kapust nem nyitottunk, ezért arra gondoltam, hogy egy eléggé közepesen gyenge kapust beraknék ide, mert hogyha be kéne rakni valakit innen a padról a kapuba, akkor szerintem minden lövés gól lenne az ellenfél részéről, és az meg annyira nem lenne jó, hogyha 15-0-ra kikapnánk. Lehet, hogy így is nagyon sok gólt fogunk kapni, mert azért egy Ortega nem egy túl jó kapus itt a játékban, legalábbis a játék ezen szakaszán már biztos nem, de ja. Egyébként pedig így nézünk ki, védelmünk az úgymond teljes, van egy Toni Kroosunk, aki lón, de úgy gondoltam, ha már megvan a klubban, akkor használjuk ki legalább, illetve itt van a két brutális fenevad elől, remélem, hogy ki tudjuk őket majd használni, ha nem, akkor az nem lesz annyira jó. Meglátjuk majd mindenféleképpen, de rohadtul jó statjaik vannak, illetve hát nagyon jó in-game mind a két játékos, úgyhogy kíváncsi leszek. Remélem, hogy ezt elfogadjátok.
azért mit tudom én, legmagasabb játékos innen Rice vagy Choupo-Moting kezük sincsen szerintem. Úgyhogy így jó lesz. Nagyjából. Így is fogunk bőven gólt kapni. Úgyhogy keresünk is egy ellenfelet, aztán nézzük meg, hogy mire megyünk ellene. Na, találtam is egy ellenfelet. Nézzük. Porto Leone a csapat neve. És itt Dibu Martínez a kapuban. Puskás, Jézus atya úristen. Na jó, hát kíváncsi leszek. Jó, hogy nem egy Rice-ot raktunk be a kapuba. Jó a labdaszerzés, Haaland. Menjünk. Haaland, ott is van a vezetőgól, 1-0, 6. perc. Na, hát nem számítottam ilyen kezdésre, de ez így eléggé rendben van. Álvarez. 2-0, Julián Álvarez. Na, jól van, hát a csatáraink azok eddig jól teljesítenek eléggé. Sőt, rohadtul jók. Ott a Tonyval beálltunk egy kicsit a másik Tony elé. Sokra nem mentünk vele. Puskás, az gól. Ja, 2-1, jó. Ajajaj, ácserbikém, hát mit csinálunk? Persze passzoljuk oda az ellenfélnek, te jó ég. Pressing az rendesen megy, és 3-2-re vezet az ellenfél. Nem, ó, Puskás elrontotta, jól van, pedig teljes mértékben biztos voltam benne, hogy gól lesz. De hát ezek szerint nem. Szép Puskás ott indul megint. És a lövés óriási védés Ortega. Hát, egy Rice vagy egy Choupo nem szedte volna ezt ki. Puskás. Á, de hát ez hogy, ember? Bazd meg, pattogtatja ezt. Hagyjuk. Undorító. Az jó volt, az nagyon gyönyörű volt, tesó, azt szépen csináltad. Na. Álljunk már bele, hát de miért nem állunk bele az emberbe? Hát nyomom neki, hogy menjen. Hát ott pók volt a sarokba, akkor már nincs ott, az biztos. Istenem! Ez a három védős rendszer, ez valami katasztrófa. Áthámozza, de hát nem hiszem el. Passzoljuk oda, persze, hát passzoljuk oda, nem kell a labda, hát véletlenül se, rohadtul nem kell. Istenem, fogyatékos hülye gyerek, ezt kell csinálni. Na. Haaland, ott is van. Na, 7-3. Nagyon szép akció. Ez az Ortega gyerek is amúgy olyan, mintha nem lenne. Persze, majd a Dembélét egy Hoffmanra lecserélem, nem? Futni se tud az ember, az se. Ott indul! Musiala! Lőd be! Istenem! Hát nagy kérés! Ezek szerint nagyon. Fejeljük ki, és emberhez. De menjél akkor, Haaland. Lőjük el! Erling Haaland, jaj, de beemelte! Nagyon jó, 8-4. Vízilabda. 1 perc csak a ráadás. Az nem sok. Rodrigo. Menjél, öreg. Nem is vagy öreg. Elődjük. Na jó, itt a vége a mérkőzésnek, srácok. Hát 8-4-re kaptunk ki. Az annyira azért nem szép. Nyilván jobb volt az ellenfelünk. Saját legerősebb csapatommal lehet megvertem volna, de még az se biztos. Úgyhogy ja. Viszonylag tisztesen helytáltunk, én azt gondolom azért. Na jó, viszont ennyi lett volna ez a videó, srácok. Hogyha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor like, iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan egy következő videóban, addig pedig jók legyetek, szevasztok!